Tisztelettel köszöntöm a Városi Televízió nézőit a mai december 22-i koronavírussal kapcsolatos tájékoztató. Legutóbb december 18-án pénteken tájékoztattam önöket a vírushelyzetről. Azóta az elkülönítettek száma, ami december 18-án 33 fő volt, örvendetesen 26 főre csökkent, tehát ennyi fő fertőzöttről, illetve koronavírusos betegről beszélhetünk lenti esetében. A megfigyeltek száma, tehát akik kontaktba, kapcsolatba kerültek a koronavírus fertőzöttekkel, december 18-án 54 fő volt, ez is csökkent 31 főre, ebből lakossági csupán 18 fő, akiknek a megfigyelési helyük lentiben van. Az intézményi megfigyeltek száma 13 fő, ebből 7 fő megfigyelési helye lenti. Itt az egyik általános iskola alsós osztályában vannak olyan tanulók, akiket megfigyelti státuszba helyeztek, ez a megfigyelés 13 főt érint. Polgármesteri határozatok száma 2020. november 4-e óta a múlt pénteki 298-ról 312 darabra emelkedett. Az óvodában megjelentek száma 176 fő volt, és mivel a szülőkkel egyeztetve az óvodavezetés ebben az időszakban ügyeletet tart az óvodát igénylők számára, ezúttal csak 6 fő van az óvodában, így az óvodai hiányzásról sem beszélhetünk ebben az időszakban, így a bölcsődében megjelentek száma is a mai nappal 5 főre csökkent. A gyermekétkeztetés, ami pénteken még 675 fő volt, ugye 2021. január 3-áig a téli szünet idejére intézményi szervezet gyermekétkeztetés nincs. A járványügyi megfigyelés elkülönítés alá helyezettek létszáma is változott. A 87 főről 57 főre csökkent, és a lejárt járványügyi megfigyeltek száma pedig ennek megfelelően emelkedett, tehát ők azok, akik már nem kell, hogy karanténban legyenek, és illetve gyógyultak, 470-ről 522 főre növekedett. A lejárt járványügyi elkülönítés száma 214-ről 234 főre nőtt. Én úgy gondolom, hogy ezek a számok is azt igazolják, hogy a lenti vírushelyzet, járványhelyzet normalizálódni látszik, mint ahogy legutóbb is elhangzott, platón vagyunk, tehát egy szinten vagyunk, nem emelkedik a fertőzöttek száma, és ez örvendetes, ez betudható annak is, hogy a lakosság, önök fegyelmezetten betartják mindazokat az előírásokat, amelyeket idáig kértünk önöktől. A kormányzati intézkedést bizonyára mindannyian hallották, amely Szentestére vonatkozik, tehát Szenteste napján elmarad az a korlátozás, amely kijárási korlátozásnak nevezünk, tehát 24-éről 25-ére az este 8-tól hajnali 5-ig tartó korlátozás nem lesz érvényben, és én is azt szeretném kérni önöktől, amit az operatív törzs, illetve a kormányzat kért, hogy próbálják meg maximálisan betartani az előírásokat, a létszámhatárokat, és csak akkor utazzanak messzebbre, illetve akkor kerüljenek, menjenek nagyobb társaságba, hogyha ez feltétlenül szükséges. Az önkormányzat a központi intézkedéseken túlmenően a településre vonatkozó más egyéb intézkedést nem tett. Továbbra is kapcsolatot tartunk a hatóságokkal, a rendőri szervekkel, és idáig nem kaptunk olyan információt, hogy külön intézkedést kellett volna tenni valamilyen kirívó probléma vagy hiányosság miatt. Én azt kérem, hogy tartsák be az előírásokat, az időkeretet, a maszkviselés, a távolságtartás szabályait a továbbiakban is, vigyázzanak egymásra, a higiéniai szabályokat különösen tartsák be, hiszen sokan találkoznak majd családok, ismerősök, barátok, rokonok egymással ebben az időszakban, hiszen közeledik a karácsony, közeledik a Szenteste, és mindenkinek
azt kívánom, hogy gondtalanul tudjon örülni egymásnak karácsonykor. Önkormányzatunk és magam nevében áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok önöknek. Maradjanak egészségesek, vigyázzanak egymásra.